Szent Mór Katolikus Iskola Központ a rendszeresen havonta működő ifjúsági és házastalált szemináriumát januárban 7-én, illetve 8-án tartotta. Mi a kétféle család szeminárium működésének a célja? Az a tapasztalatunk, hogy a házasságok, amikor elindulnak, nagyon sok reménnyel, telítetten teszik meg az első lépéseket. Mindannyian így vagyunk ezzel. A másik tapasztalat viszont az, hogy egy-két év alatt kiderül, hogy ezekből a reményekből nagyon kevés dolog valósul meg. A mai világ nem segít ehhez. Megszűntek azok a hagyományok, azok a tapasztalatok, amiket átadhatnának a családban. Sőt, kifejezetten családellenes légkör tapasztalhatok nagyon sok esetben. Illetve már nem is tudjuk, hogy mik ezek a tapasztalatok, amik által ezek a remények megvalósulhatnak. Ezért ezzel kell ma foglalkozni. 100 évvel ezelőtt erről nem kellett gondolkodni. Akkor az általános jót meghirdetve a családok ezt továbbadták. Manapság ez nincs. Aki valami célt el akar érni az életébe más területen is, azt halatlan intenzíven, céltudatosan kell őneki kivívni, nagyon nehezen, sokszor gyötrődve kell megvívni ezt a küzdelmet. A családdal kapcsolatos célkitűzésünket ugyanígy. Ezért erre szervezni kell, ennek a tartalmait hozzáférhetővé kell tenni, úgy a házasok számára, mint az ifjúság számára. Milyen szervezésben működnek a szemináriumok? A Kolping szervezet, a Szent Mór Kolping család ölelte fel ezt a gondolatot, és tulajdonképpen hát ők a szervezői. Ugyanakkor előadóként a Schönstatti Családakadémia előadóit hívjuk meg. Úgy érezzük, hogy ezeket a tartalmakat, ezeket a tapasztalatokat szeretnénk, hogyha megismerhetnék a családjaink, házaspáraink, az ifjúság, és akkor nagyobb reményű a kapcsolatuk. Milyen részekből áll egy ilyen 3 órás program? Az eleje egy előadással indul, ezt követően egy páros beszélgetés, tehát a házaspárok beszélgetnek az elhangzottakról, ami őket megérintette, egy 3/4 órát, utána van egy ilyen kis csoportos beszélgetés, egy kis körbeszélgetés, szintén arról, hogy mi az, ami minket megragadott. Ezt valaki általában jegyzeteli, és a végén ezeket összeolvassuk. Most ez a második év, hogy ezek a szemináriumok zajlanak. Az első év során úgy látszik a statisztikánk alapján, hogy 62 családot tudtunk elérni. Azt lehet mondani, hogy olyan 40 házaspár kicsit forgórendszerben figyelemmel követte a szemináriumainkat. Persze nagyon sok esetben vizsgák vannak, akkor ügyelnek, akkor egyéb programok, ami miatt nem tud, de akkor jön a következőre. Tehát körülbelül ennyi házaspárt, illetve családot sikerült elérni. Hozzátéve, hogy hát a családos szeminárium során gyerekeket is, gyerekprogramokat is szervezünk azért, hogy mindkét szülő el tudjon jönni. Hát ez olyan 60-80 gyereket jelent, mondjuk a óvoda alatti korosztálytól egészen hát olyan 10-12 éves korig, és akkor őnekik hát különböző réteg programokat szervezünk. Hogy fogalmazódnak meg a témák, és melyek ezek? Azok a témák, amik azt hiszem, hogy a mai életben nagyon gyakorlatiasan megfogalmazva fontosak. Kezdve attól, hogy tömegemberek vagyunk, és ez egy állandó kísértés a számunkra,
itt válik az nagyon szükségessé, hogy az ember valamit nagyon akarjon, mert egyébként elsodorja a tömeg. Aztán hogyan találhatunk egymásra? Az egységünk növekedése, az, amit annyira szeretnénk, és valahogy mégsem sikerül rátalálni. Aztán szó van a házastársi szerelem témáiról, nemiség kérdéseiről, mégpedig pozitívan. Aztán a megbocsátásról, elfogadásról, egymás különbözőségének a házasság testbe való beépítéséről, annak a nagy jótéteményeiről. Aztán, hát hogy hogyan tudnánk jól beszélgetni, hogyan tudnánk egymás szavát meghallani, megérteni, sokszor jelbeszédekből. Aztán tényleg a gyerekeinkkel kapcsolatosan, hogy ők jól érezzék otthon magukat, hogyan tudjuk megtartani a kapcsolatot velük, egyáltalán hogyan tudjuk kiépíteni ezt. Családakadémia Egyesület teljes nevén a Szent Magyar Királyi Családról nevezett Családakadémia gondolata akkor született meg, amikor a magyarországi sönstatti családmozgalomban felhalmozódott gazdag tapasztalatokat szerettük volna átadni a rászoruló családoknak, hogy úgy mondjam. Azt kell megélnünk, hogy a hétköznapokban a házasságok nagyon sokszor zátonyra futnak egészen apró akadályokon, és a családmozgalomban felhalmozódott tapasztalat meggyőződésünk szerint hozzájárul ahhoz, hogy ezeken a nehézségeken átsegítsük őket. A Családakadémia Egyesület célkitűzése az, hogy olyan házaspárokat képezzen ki, akiknek igényük van arra, hogy a saját házasságukat ápolják, és ebből a tapasztalatból mások számára is átadjanak. Hát szaknyelven családpasztorációnak mondják, tulajdonképpen ez a lényege, és ezek a házaspárok egyházi közösségekben, plébániák környezetében, saját lakóhelyükön szeretnék kifejteni a tevékenységüket. A választott témánk a beszélgetés és kommunikáció a családban. Eredetileg az volt az elgondolás, hogy ki a saját maga által megélt dolgokat foglalja össze, és ki a saját szívügyéről beszéljen. Ez az elvünk, hogy nem lépünk fel tudományos igényel, hiszen a témáról beszélhet egy informatikus, megszólalhat egy teológus, de nyilvánvaló, hogy ők egészen más megközelítésben fogják elmondani. 16 év házasság után, 4 gyermek nevelése mellett úgy érezzük, hogy vannak olyan megélt tapasztalataink, amit érdemes más házaspárokkal megosztani, hogyha ezáltal egy-egy holdponton átsegíthetjük őket, megerősíthetjük a házasságukat. És úgy érezzük, hogy ha ezek a hitelesen megélt tapasztalatok eljutnak az emberekhez, akkor az informatikusok és a teológusok mellett azoknak is meg kell szólalniuk, akik ezt megélték. Amikor mi jelentkeztünk a Családakadémiába előadó házaspárnak, mi azt gondoltuk, hogy majd először a 2000-ben induló családakadémiai 2 éves kurzuson kell először szerepelnünk. Hát ezzel szemben nagy meglepetés ért minket, mert lassan most már 1,5 éve különböző helyre hívnak bennünket, és nem csak minket, hanem a Családakadémia összes többi előadóját is. Budapesten, Sopronban, Veszprémben, Kőszegen, itt Pécsen indultak különböző előadássorozatok. Ez mind azt mutatja, hogy szinte éhség van a társadalomban erre a témára. Hogy miért pont ezt a témát választottuk? A Családakadémiában az az elv, hogy mindenkinek a szívügyéről kell szólni. Nincs kiadva téma, mindenki azt választja, ami az ő szívügye, hiszen arról tud úgy beszélni, olyan meggyőzően, hogy az a többiek számára hiteles legyen. A mi témánk a beszélgetés és kommunikáció a családban. Mi nagyon sokat és jól tudunk beszélgetni
a családban, és nagy ajándéknak éljük meg ezt. Viszont döbbenve látjuk, hogy ez nem általános a többi családnál, és hogy komoly gondot okoz ennek a hiánya más házaspároknál, vagy akár a gyerekek nevelésében. Hát ezért határoztuk el, hogy összeszedjük a tapasztalatainkat, a gondolatainkat, hogy elmondva másoknak, hát ha tudunk segíteni.